A Magyar Rezidens Szövetség javaslatára az őszintén az Egészségügyről Akció Szövetség, a Magyar Orvosok Szövetsége, a Magyar Rezidens Szövetség, a Független Egészségügyi Szakszervezet, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Magyar Orvosi Kamara közösen indította útjára a Hogyan Tovább Magyar Egészségügy Országos Fórum sorozatát. Ezek célja, hogy megismerjék az egészségügyben dolgozók véleményét, javaslatait az ellátórendszerben tervezett változtatásokkal kapcsolatban, hogy minél hitel sebben tudják az ágazat közös érdekeit képviselni. Egy nagyfogú feszültséges, frusztráltságos apátiát e, érzékelünk a, az egészségügy területén, hiszen több ezer szakdolgozó és orvos megy el minden évbe, hiszen így fejezik ki e, a, a, az élethelyzetükkel kapcsolatos véleményüket. Nem mennek ki a kosutére e, rongálni, nem, nem sztrájkolnak, hiszen a betegállátás az egy hivatás, és nagyon nehéz e, ilyen dolgokról beszélni, de valamit mégiscsak ki kell találjunk azért, hogy a döntéshozó fele olyan hangosan artikuláljuk a mi hogy tényleg elhiggyék már, hogy tényleg ez így nem működik. Volt egy felmérés, amit nem mi végeztünk, és tudom, hogy a döntéshozó ez alapján is hoz, hozott ilyen véleményt, hogy meg vannak elégedve a betegek az ellátással. Hát de csak azért, mert az a szerencsétlen nővér mindent már elején felül vagy akár az orvos is azért, hogy ha már bejön a beteg, akkor valahogy ellássa. De ez így nem működik. A szövetségi elnök szerint az egészségügyi dolgozók bérrendezésének folytatódnia kell, hogy a szakdolgozók elvándorlása megálljon. A legnagyobb probléma már most is, hogy nincs elég orvos, nincs elég nővér a kórházakban. Szakemberek szerint a szakképzés terén is akadnak gondok. Mostani szakképzésben ugye a béreket, aki nem központi gyakornoki rendszerben képződik, hanem rezidensként is ugye a nagy része a, a nem szakorvosoknak ö, rezidensként képződik, a kórház ö, fizeti. Ez több problémát is generál. Az első probléma az általában ö, az szokott lenni, hogy a kórházak nem tudják a saját ö, büdzsékből kigazdálkodni azt a pénzt, hogy ők rezidens, munkaerőt ö, vegyenek fel. Ugye egyrészt ez is generálja a, az orvos ö, hiányt. A másik pedig, hogyha fel is veszik a, a rezidenst, akkor mivel ő fizeti a, a, bérét, különböző tanulmányi szerződéseket kötnek a rezidenssel, hogy arra késztessék, hogy még szakképzés után, szakvizsga után x ideig ott dolgozzon az adott kórházban, illetve nem engedik el más kórházba adott szakmai gyakorlatokba, ugye, amit a képzési illetve a különböző rendeletek bele van írva, hogy egy sebész rezidensnek akár x időt el kell tölteni egy adott más intézményben. Az egészségügy a szakképzéstől a kórházi struktúráig átfogó változás előtt áll. A szakmai szervezetek pedig fontosnak tartják, hogy a kollégák véleménye még hangsúlyosabban jelenjen meg az egészségügy átalakításának folyamatában, amit tolmácsolnak majd a döntéshozók felé.